Hangszersimogató néptánc bemutatók, kézműves foglalkozások és az elmaradhatatlan Vásárfia. Meg annyi program közül válogathatnak mindazok, akik szombaton kilátogatnak a harmadik Béla királytérre, a leghosszabb nap fesztiválra. A Férmegyei Művelődési Központnak egy reprezentatív rendezvénye. A Művelődési Központ missziójának tartja, hogy felkarolja az amatőr megyei csoportokat, ezért a programok között az érdeklődők velük is megismerkedhetnek. A tevékenységünknek a középpontjában áll, hogy a megyei csoportokat ne csak mindig megmérettessük, és ne csak mindig olyan műsorokat, programokat szervezünk nekik, ahol minősülni kell, ahol meg kell felelni valamilyen elvárásoknak, hanem ez legyen egy kötetlen bemutatkozási lehetőség. Az idei leghosszabb nap fesztiválra a megyekorzó is meghívást kapott, mondta örömmel a megyei közgyűlés elnöke. Varga Tamás kiemelte, fontos, hogy a korzó kilépjen már jól ismert otthonából a Szent István térről, és más városrészek is megismerjék a fehér termék fontosságát. Én a visszajelzőségből úgy érzem, hogy a program sikeresebb, szeretnénk, hogyha még több Székesfehérvárhoz, Fehér megyéhez, és akár megyén határon túlra is eljutnánk a jövőben, ezen fogunk dolgozni. A nap folyamán több kiváló megyei néptánc együttessel találkozhatnak az érdeklődők a nagy színpadon. Vendégként pedig ebben az évben a Kalocsai Piros Rózsa Tánc együttest várják a leghosszabb nap fesztiváljának színpadára.